A hazai 12-12-re végződő Eurókupa elődöntő első felvonást követően idegenben bajnokin 12-11-es vereséget szenvedett az Újpesttől a Tigracetefegernői vízilabda csapata. Dr. Sikély József tanítványai Tatabányán 20-11-re, Győrben 15-7-re diadalmaskodtak. Újpest ellen nagyon elégedett voltam, hiszen magyar viszonylatban egy óriási jó rangadót játszottunk, ami a mostani Európa Kupa visszavágóra biztos, hogy erőt fog adni. Dr. Sikély József már az Eurókupa párharc kezdete előtt arra számított, hogy 8-4-et dönt majd a továbbjutásról, a félidőben tehát egyik csapatnak sincs előnye. Ugyanakkor a szombati visszavágó után csak a döntőbe jutással lenne elégedett, hiszen ebben a sorozatban nincs bronzérem. Fej melletti, ugyanolyan, mint az itthoni volt. Lehet, hogy fog vezetni valamelyik csapat egy-két góllal, de a vége szerintem drámaszerű lesz. Az Újpest elleni találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a budapesti Hajós Alfréd úszodában.